Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk. Itt egy jóságos hétvége, mi meg hoztunk nektek egy nagyon finom lecsós sertéspörköltet. Ugye, ha megnéztétek már az oldalunkat, rengeteg pörkölt szerepel, és ugye itt a hagyományos sertéspörkölt még igazából fönn sincsen, csak mint tovább haladva készítettünk rizses húst, tarhonyás húst és társait, de hát mindjárt meg is mutatjuk nektek, hogy ez miért lecsós, és ugye nem azért lecsós ez a vonal, mert elején beleteszem a paprikát, paradicsomot, igenis ennek is megvan a sorrendje, a módja, mikor kerül bele, és attól lesz lecsós ez a sertéspörkölt. Egyébként pár szóba elmondom, ugye amit az előbb elkezdtem mondani és említettem, tehát ilyen gombapörkölt, pulykapörkölt, marhapörkölt, pincepörkölt, vaddisznópörkölt is van fönn, várjunk csak, mi van még fönn, így eszembe jut, csirkepörkölt fönn van, a birkapörkölt, körömpörkölt, pacalpörkölt, zuzapörkölt, csülökpörkölt, ezeket a pörkölteket mind megtalálhatjátok, de igazából egy nagyon-nagyon picit minden pörkölt más, kivéve egyet, ami nekem, hogy mondjam, nagy kedvencem, és enélkül nem pörkölt a pörkölt, hát ez maga benne van ebben a szóban, a pörkölés, tehát jó rendesen oda kell pörkölni minden alapanyagot, pontosabban a húsról beszélek, és ugye az sem mindegy, hogy mondjuk egy marhát, egy sertés vagy egy csirkét mennyi ideig pörkölünk, ugye hát a marha hús, az egy olyan szerkezeti hús, hogy annak lehet adni kőkeményen. Ezt már egy csirkével nem tudjátok megtenni, pontosabban ott már nagyon könnyű a húsnak a szerkezete, jobban oda kell figyelni, és ugye ez a sertés körülbelül a jó középúton van, ezt azért oda lehet rendesen rittyenteni. Na, nagyon gyorsan mondom az alapanyagokat, nem kanyarodok ide-oda, láthatjátok, szépséges minden, és ugye nagyon fontos, hogy azért lecsús ez a pörkölt, de ezt is elmondom, mikor, mi, hogy kerül bele. Na, kezdem is nagyon gyorsan előről, természetesen nem sorrendben vannak az alapanyagok, úgy, ahogy jött, kiraktam, nem ez a sor, de mondom így nektek. Van házi, nagyon szép darált piros paprikánk, paprika krémünk, ugye ezt láthattátok már egy receptbe, ezt is meg tudjátok nézni, gyönyörűséges sertésszalonna, még rózsaszín a közepe, gyönyörűséges, ugye mivel lecsós ez a pörkölt, ez nem maradhat ki belőle. Gyönyörű szép tölteni való zöld paprika, csemege paprika, tévé paprika, ki hogy nevezi, ki hogy hívja. Továbbiakban, ha lefele haladunk, ez egy jalapeño és egy fütyi paprikából készült paprika keverék. Na most ez csak maximálisan illusztráció. Itt a végén az én meg az egyik fiam részéről történik egy pici hozzáadás, mi így fogyasszuk, csak mint érdekességet tettem ki, ennek is fönn van a receptje. Mellette találhatunk egy kis paradicsompürét, ez egy lágy paradicsompüré, és most megkérdezhetitek, hogy van benne paradicsom, paradicsompüré? Igen, ezt is elmondom miért. Az egyik paradicsom savas, a másik kicsit édeskés, és higgyétek el, ennek a kettőnek az ütköztetése fantasztikus ízeket ad ki. Tehát én mindig, amikor elmegyek vásárolni, megkóstolom a paradicsomot, és nem sütyiba, én megkérdezem az eladót, persze meg lehet kóstolni, ennyi. Nagyon-nagyon fontos, hogy mit vesz meg az ember, tudja, mire készüljön. Na, tovább haladva, paradicsomot láthatok, vöröshagyma, fokhagyma, ugye fönt a főszereplő, sertés lapocka. Én általában, sőt 99%-ban sertés lapockából főzöm meg a sertéspörköltet, nagyon kellemes, szaftos és puha hús születik. Persze combból is el lehet készíteni, nyilvánvaló, ott egy picit szárazabb a tartalom. Só, piros paprika, őrölt kömény, fekete bors, amit törni fogunk, és lényegében ennyi az összes alapanyag, így fogunk elindulni, azonnal mutatunk nektek mindent. Elsőként, ahogy szoktátok látni sok-sok receptbe, fölvágjuk a szalonnát, megmutatom, hogy lehet nagyon gyorsan főkockázni. Itt nem kell nagyon törekedni arra, hogy nagyon apró legyen az. Egyébként, ha nincsen szalonna, nyugodtan dolgozhatok sertészsírral, kacsazsírral, libazsírral, vagy éppen étolajjal, ha úgy gondoljátok. Én most szándékosan szalonnával, sertészszalonnával, hiszen sertéspörköltöt készítünk el. Érdemes a szalonnát, tudjátok, egy nagyon picit, főleg nyári időszakban beszélek, mélyhűtőbe betenni, hogy egy nagyon kicsit húzzon meg,
Tehát ne legyen egy nyegleó a kezünkbe, ez fontos elmondani, és akkor tudjátok, nem csuklik ki a kezetekből, és nem lesz annyira baleset veszélyes a dolog. Egyszerűen megfogjuk, és így végig be fogom vágdosni a szalonnát, ez pár másodperc, a kezetekre nagyon vigyázzatok, nem kell kapkodni ezzel nyugodtan, az étel ettől gyorsabban nem fog megfőni. Keresztbe is bevágdossuk, csinálunk egy sündisznót, ha így tetszik. Nézzétek meg, akár föl is húzhatnánk most nagyon gyorsan a nyásra. Egyszerűen lefektetem, egy nagyon picit eligazítom, és nézzétek meg, azonnal meg is születik a rengeteg kis kocek belőle, rengeteg pici kockát kaptunk, ez a lényeg, és ugye feltétlenül ebbe az ételbe, mint sok ételbe, bele is fog menni a bőre is. Gyorsan földolgozzuk a vöröshagymát, ahogy szoktuk, és légy szíves, tényleg arra figyeljetek, főként a kezetekre, épp valamelyik nap írta nekem egy srác, hogy miközben nézte a csirkének a csontozását, jól elvágta a kezét. Higgyétek el, egy étel se ér annyit, hogy ilyen történjen, óvatosan, lassan, főleg aki még gyakorol, nem kell kapkodni, az étel megvág, ugyanolyan finom lesz, és miközben ez a gyakorlás napról napra, hétről hétre megvan, higgyétek el, egyre jobban fog menni, de kapkodással semmit nem lehet elérni, ott csak életveszélyes dolgokat maximum, tehát így járjatok el, ha megkérhetlek benneteket, tényleg semmi értelme. Na, a hagymavágással annyit, egy ilyen közepes módozatba vágom össze, nem goromba, nem is finom, szépen szét fog teljes mértékben nekünk főni, de inkább ha vágjátok és tudjátok, akkor inkább az apróbb fele menjetek nyilvánvaló. Megfogjuk a fokhagymát, megroppantjuk, és ezt is gyönyörű szépen hozzá fogom szeletelni. El is kezdődhet a főzés, az első hőkezelés. Mint látjátok, az összeaprított szalonnát belehelyeztem a lábas aljába, és természetesen benn van a szalonnának a bőrkéje is. Az a lényeg, szépen ki kell sütni, süljön ki belőle a zsír, és utána haladunk tovább már. Éppen most ebbe az esetben, ahogy elmondom nektek, hogy miért, a hagymával, vörös hagymával, ugye olyan hússal dolgozok, aminek esetleg nagyon magas a víztartalma, ez mondjuk jó forrásból van, tehát biztos vagyok benne, hogy nem, akkor sok esetben magának a húsnak a kipirításával, lepirításával szoktam kezdeni. Mint látjátok, gyönyörű szépen kipirult a szalonna, nincs más hátra, mint előre, következő lépésként rá fogom tenni vöröshagyma, fokhagyma összevágott változatát, és nagyon szépen lassan, itt már visszavettem a hőfokot, ne égessük le természetesen, ha elkezdjük ezt lefonnyasztani, essen össze az a hagyma, mint szilveszterkor szoktunk, és én itt egy nagyon pici, de tényleg csak egyetlen egy csipet sót hozzáteszek, ezt, hogy gyorsan megkönnyítsük, gyorsabban tudunk menni a továbbiakba vele. Egyébként vigyázni kell, főleg aki paprika krémmel dolgozik, akár üzletivel is, tudjátok, az nagyon-nagyon sós. Eltelt körülbelül egy a jó 8-10 perc, nagyon szépen összeesett a hagyma, nézzétek meg, el is kezdett egy nagyon-nagyon picit lesülni, és nagyon kellemes illat van a konyhába. Én a perceket azért mondom, mert sokszor kérdezitek, meddig tartott egy munkafolyamat, így megkönnyítvén nektek, akkor ez ennyi ideig tartott, nektek is ennyi ideig fog. Egyébként én öntött vas lábosba dolgozok, tudjátok, fantasztikus, nagyon jó a hőtartás, na de majd erre visszatérünk. Megfogok kettő csapott evőkanál piros paprikát, nézzétek meg, fantasztikus, gyönyörű, szép piros, beleszórom egyetlen egy kavarás, és ugye, tehát itt hangsúlyozom ebbe az esetben is, nem nagy lángon vagyunk, azonnal megégne a paprika. Kettőt kavartam rajta, és ebbe a pozícióba hozzá is teszem azonnal a sertéshúst. Ugye itt az a lényeg, és majd tapasztalni fogjátok, semmiképpen nem fog megégni a paprika, ha hirtelen összekeveritek vele, és igazából innen indul az a szakasz, a pirítási szakasz, ami a leges legfontosabb. Ilyenkor elzárjuk a csapot, rátesszük a sóra a fedőt, tehát nincs se víz, se só, innentől kezdve
csak pirítani fogjuk a húst, és akár hiszitek, akár nem, ez a pirítás úgy, hogy semmit nem adunk hozzá, akár 35 percig is eltarthat, de majd mindig betekintünk, megmutatom nektek, és lényegében ezért pörkölt a pörkölt, nagyon kellemesen oda fogom pirítani, és ugye folyamatosan a húsból jön ki a leve, kiengedi a víztartalmát, semmi baj, pont annyi víz lesz rajta ezáltal, amennyi folyamatosan nekünk kell. Tovább is léphetünk, pontosabban meg szeretném nektek mutatni, eltelt 10-11 perc körülbelül, úgyhogy semmiféle folyadékot nem adtunk hozzá, nézzétek meg, ennyi víz kijött a húsból, egyébként tehát arányaiba, hogy 1 kg 40 deka hússal dolgozom, így ez nem sok, de hát mi a lényeg? Nem öntünk semmiféleképpen még vizet rá, várunk vele, pontosabban annyit meg fogok tenni, hogy összesen egy nagyon-nagyon pici őrölt kömény már bele fogok dobni, és egy nagyon pici fekete borsot bele fogok törni, ebben elkezdünk ízesíteni, és ugye körülbelül még egy jó 20-25 perc, amikor visszajövünk, megmutatjuk nektek, akkor már nem lesz rajta szinte semmi, akkor kerül hozzá a darált paprikakén és a sűrített paradicsom. Egyébként, ha ezt nyáron készítem el, és nem lecsósan készül, akkor természetesen friss paprika, paradicsom megy bele, ez most egy lecsós változat, azért nem kerül bele friss paprika és friss paradicsom az elejére. A kezdéstől számítva eltelt egy olyan 25-28 perc, nézzétek meg, még mindig nincs rajta semmiféle víz, de mint halljátok, és remélem jól lehet hallani, igazából elkezdtük lepörkölni, lepirítani ezt a húst, és még mindig nem teszek el semmiféle vizet. Ez körülbelül, ez a szakasz egy 5-6 perc, amikor jó rendesen, már alig van rajta szinte víz, akkor tesszük rá a paradicsomot és a darált paprikát, csak ezt még meg szerettem volna mutatni, nézzétek meg, tehát semmiféleképpen nincs leégve, nézzétek meg az alját, hófehér a lábosnak az alja, de gyönyörű, szépen pirul az a hús, és igazából ez a lényeg, a folyamatos pirítás, vagy pörkölés, kinek hogy tetszik. Na, 4-5 perc, tesszük rá a továbbiakat. Eljött az a szakasz, amikor a pirítást egy kicsit befejezzük, pontosabban mutatom nektek, nézzétek meg, már csak a szalonnának a zsírján pörkölődik a hús, és egy kis nemes pörzsanyagot is odasütöttünk, ez nem baj, természetesen hozzá fogom adni kevés paradicsompürénket, tökéletes, és hozzájön a paprika krém, evel 2-3-szor át fogom forgatni, és utána azonnal hozzá fogok tenni körülbelül egy olyan 2,5 deciliter vizet, és innentől fedő alatt fogunk dolgozni, ennyi az egész, és nézzétek meg ezt a fantasztikus sűrű állagot, tehát ebből egy nagyon szép sűrű szag fog keletkezni. Jöhet hozzá a víz, nem kell sok, tudjátok, hisz most fedő alatt fogunk már főzni, és jön hozzá majd a paradicsom, paprika, hiszen attól lesz lecsós ez a pörkölt, és ugye az nem jó, ha nagyon-nagyon sok víztartalom lenne ezen a kis finom ételen. Jöhet rá a fedő, jövünk vissza, addig elintézzük a zöldeket, összevágjuk a paradicsomot és a paprikát. Elkezdtük összevágni a paprikát, amit igazság szerint meg szeretnék mutatni, a méretezés, hiszen ez egy lecsós sertéspörkölt lesz, és ugye a jellegét ne vesse el az étel, tehát ilyen 3,5 cm, 4 cm-esekre darabolom föl, mindenképpen legalábbis számomra ez fontos, ha valaki kisebbe szeretné, nyugodtan tegye meg, tehát más az is, amikor az ételbe elkezdjük főzni a paprikát, és más az, hogyha a jellegét is meg szeretnénk őrizni ennek az ételnek, de miután kitálaltam, látni fogjátok, hogy miről beszéltem. Mutatom nektek a paradicsomot, és csak azáltal szeretném megmutatni, aki esetleg engem már régebb óta ismert, tudja, hogy nem szeretem a pöndörkét, tehát én egy magányos lecsót főzök meg, a magányos lecsót úgy értem, hogy csak egy lecsót, abba se
kerül bele a paradicsomnak a héja. Mutatom, hogy szoktam eljárni. Egyszerűen ilyen cikkeket szoktam vágni, nagyon-nagyon egyszerű, de egyébként le is lehet forrázni és hideg vízbe tenni, itt mindenki maga döntse el. Én ezt így szoktam, meg így szeretem. Egyszer megfogjátok, nézzétek meg egyetlen egy mozdulattal, lehúzzátok a héját. Ugye én ezt a héjat természetesen nem dobom el, nekem ez megy a szárítógépbe, és ugyanúgy leszárítom, összetöröm, és megy a zöldségkeverékhez. Tehát ez nagyon fontos. Ha gondoljátok, forrázzátok, ha gondoljátok, így le tudjátok húzni. Egy pillanat alatt nézzétek meg, gyönyörű, szépen len van a héja. Összevágás szinten csak kettébe fogom vágni ezeket a cikkelyeket, és már mutatom nektek, hogy pontosan a paprika, a paradicsom hogy megy az ételre. Eltelt körülbelül 1 óra 15 perc, most jöhet a lényeg, amitől lecsós lesz ez a nagyon kellemes kis pörkölt, és mutatom nektek, mint egy kisgyerek, a másiknak a játékát. Nézzétek, mi van nekem. Hát mi van nekem, mutatom, ilyen gyönyörűséges, nézzétek meg, csodálatos, sűrű szap, és láthattátok, eddig összesen 2, azaz 2 deciliter víz került az ételhez, és csodálatos idáig a végeredmény, nagyon fontos. Megfogom a paprikát, ráhalmozom, egy nagyon picit le fogom nyomkodni azt, rátesszük a paradicsomot, azonnal jövök, tökéletes, és az illatokat hagy ne jellemezzen, fantasztikus. Egyébként menet közben egy nagyon picit megsóztam, éreztem, hogy kell a törődés, tehát összesen ennyi fűszer, pontosabban só kerül bele. Most megfogom a maradék 1 deciliter vizet, rá fogom tenni, ugye itt járunk most 3 deciliter víznél, megy vissza a fedő, 15-20 perc, nem kell kavargatni, egyszerűen néha így megszoktam rázni az edényt, 3-as fokozaton vagyunk már, tehát teljesen takarékon főzünk, így fogjuk készre főzni az ételt, amikor elkészült, természetesen megmutatjuk nektek. El is készült a szokiféle lecsós sertéspörkölt, amit azonnal meg is mutatok nektek. Gyönyörű szépen, én már megkóstoltam, nyilvánvaló, nézzétek meg, fantasztikus, tehát rajta a lecsó, olyan, mintha mondjuk az edényben csak lecsó lenne, és ugye ezt a kellemes szaftot itt megkóstolván, olyan, mintha szó szerint, kóstoltam, olyan, mintha szó szerint lecsót főzném. Lekapcsolom a tűzhelyet, visszateszem a fedőt, és körülbelül egy 5-8 vagy 10 percig éppen pihentetem, fedő alatt természetesen, egyébként egy ilyen 100-105 perc alatt készült el, komplettó az étel, a vaj puha a hús, mutatom majd nektek, nincsen szétfőzve, ez is nagyon fontos ennél a receptnél, pontosabban mindegyik pörköltnél, és egy fantasztikus, nagyon finom lecsós ízt kaptunk, azonnal itt vagyunk és tálalunk. El is készültünk, ki is tálaltunk, ahogy szoktuk, megmutatjuk nektek a szokiféle lecsós sertéspörköltet. Ugye itt igazából azt mondom nektek, mint sok-sok receptnél szoktam ezt mondani, nem kell díszíteni, hiszen az étel önmagát díszíti ebben az esetben is. Egy nagyon finom sertéspörköltet készítettünk, és ugye aki szereti a lecsós vonalat, annak mindenképpen ajánlom, hogy ezt tegye meg, vagyis pontosabban próbálja ki ezt az ételt, nem fog csalódni benne, nagyon kellemes ízekkel fog találkozni. Nézzétek meg a tartalmat, hát ugye 3 deciliter vízzel főztük ezt meg, nagyon-nagyon erős, nagyon kellemes tartalom, nézzétek meg, paradicsom, paprika, olyan, mintha lecsót, mondjuk összeöntöttétek volna egy jófajta sertéspörkölte, de ugye ez még jobb, hiszen egy edénybe főtt, és ugye hozzá kell tennem, ezt most zártam el, 10 perc eltelt, negyed óra, ez a jó 85 fokos még körülbelül, tehát azt jelenti, hogy miközben ez egy picit meg fog hűlni olyan szinten, hogy tudjuk fogyasztani, ez folyamatosan be fog húzódni, a behúzódást úgy értem, hogy a szaft folyamatosan elkezd még ennél jobban is besűrűsödni. Hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy egészséggel. Mint látjátok, és bocsánat, nem mondtam, ma nekünk ilyen kenyeres és savanyús köretünk van. Nagyon sok esetben így fogyasztjuk, tehát kenyér,
csalamádé, csemege uborka, cékla is van a hűtőben, most mindent nem pakoltam ki, nyilvánvaló, és így esünk neki. Remélem tetszett a videó, remélem tetszett a recept. Ugye tudjátok, a pörkölt az egyik gyengém, szeretek odafigyelni rá. Nem szólok bele, hogy ki hogy készíti a pörköltet, de egybe biztosak lehettek. Hogyha így elkészítitek, a család elé teszitek, én azt mondom, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy perfektó, nagyon kellemes ízek, a hús nagyon kellemesen puha, láttátok, nincs szétfőve, a lecsó benne, a lecsó része benne pont olyan, amilyennek lennie kell, és egyszerűen fantazmagória ízek. Szevasztok, jó egészséget, hamarosan találkozunk!